A bűn és bűnhődés a mély és tiszta szellemű, de ellentmondásokkal küzdő és meghasonlott lelkű géniusz, Dosztojevszkij legzártabb, legművészibb gonddal szerkesztett alkotása. Szerte a világon a bűn és bűnhődés lett életműve legismertebb darabja, és ez mindenképpen vonatkozik a regény színpadi adaptációjára is, amelyet a Vörösmarty Színházban Hargita Iván rendezésében Závada Pál öltöztetett új köntösbe. Kell azt érdemelni, hogy az ember eljusson a végére ennek a történetnek sok szempontból. Hát nyilván, ahogy az ember forgatta ezt a szöveget, úgy jövünk rá napról napra minden egyes alkalommal, hogy napra készen időszerű. Olyan nagyon alapvető érzelmi és gondolati és politikai, filozófiai dilemmákat feszeget, hallatlanul gazdagon, mindezt nagyon rafináltan egy krimibe ágyazva. Szerintem egy nagyon rendkívül izgalmas utazás, és azért azt érezzük, annyit elárulhatunk a nézőnek, hogy azt érezzük azért, amikor egy remek művet csinál az ember, tehát amikor egy ekkora zseni, mint amilyen Dosztojevszkij az ember forgatja a szövegét, talán jó esetben még valami fajta ügyességgel, tehetséggel is megáldja az embert, mert olyan erejű és bonyolultsága és gazdagságú az anyag, hogy talán ragad ránk ebből valami. Nagy Péter Raskolnyikovként is azzal az alázattal keresi önmagát, a sikertelenséggel, bűnnel bélelt mindennapokra a megoldást, ami egyedivé, emberivé teszi találkozását az elkerülhetetlennel. És mi ahhoz hoz bele? Itt ül tegnap ez a Luzsin, és arról kezdett el okoskodni, hogy mennyire elterjedt már a bűnözés. Mit háborog, mondom, hiszen maga prédikálta itt az előbb, hogy ne a fele barátodat szeresd, hanem csak is saját magadat. Mondom, ha végig gondoljuk az elméletét, kiderül, hogy szabad ölni. Mire ő csak háborni bírt, és akkor megkérdeztem tőle, hogy igaz-e, hogy azt mondta a hugomnak, az ő mennyasszonyának, amikor az igent mondott, hogy nagyon örül a szegénységének, mert hogy sokkal helyesebb szegény lányt elvenni, akit aztán az ember uralkodhat rajta, és mindig emlékezteteti, hogy jót tett vele. Ez egy út, tehát egy nagyon-nagyon emberi út, ami egy olyan, látszólag egy nagyon szélsőséges megnyilatkozásba van beágyazva az ő útja, de pont ezáltal lehet ezt a sorsot általánossá tenni. Tehát, hogyha mégis kellene valamit mondani, akkor azt mondom, hogy a bűn és hogy hol van megbocsátás a bűnre egyáltalán. Tehát igazából, ha van alapvetésem, akkor ez erről szól. Tehát, hogy az hol kereshetjük a megbocsátást. Lábodi Ádám Razumihint, Raskolnyikov barátjának alakját formálja meg. Most legalább el tudja képzelni, mi volt nálam itt az este. Egy szobában hat ilyen torok, ráadásul jól meglocsom a pucslikörrel. Ezt képzelje. Nem, barátom, ebben nincs igaza. A környezetnek igenis nagy szerepe van a bűnben. Ezt én tudom a legjobban. Én is tudom, hogy nagy szerepe van, de hogyha egy 40 éves ember megbestelnít egy 10 éves kislányt, akkor a környezet kényszerítette rá. De miért ne? A gyerek gyalázást nagyon is meg tudja magyarázni éppen a környezet. Ennyi is környezet. Na, ez folyton hülyét csinál az ember. Állandóan csak tudod, te még nem ismered őt, hogyan? Tegnap este is, úristen, minket hordott össze, csak hogy az orrunkra vezesse őket. Nagyon szeretem ezt a szerepet. Jó volt vele foglalkozni. Ugye itt szokták azt mondani, hogy Razumihin az kifejezetten az a karakter, vagy az a figura ebben a könyvben, vagy ebben az előadásban, aki egy picit a néző szemével gondolkodik.
tehát ő hoz be valami racionalitást, vagy tehát nagyon egyszerű kérdéseket tesz föl, vagy, vagy olyan egyszerűen csodálkozik rá azokra a gondolatokra, amiket akár Porfiritól, akár Raskolnyikovtól hall. Nyilván itt az egész nyomor, az a fajta szegénység, amiben ezek az emberek élik a mindennapjaikat, és amik ezeket a gondolatokat meghozzák, és megszülik, az őre is vonatkozik, bár ő talán egy picivel jobb módban él, mint akár a Raskolnyikov. Ez egy nagyon jó barátság, egy nagyon régi barátság az övék. Sok közös pontjuk volt nekik, és most valahogy elkezdtek eltávolodni. Az első jel erre az, amikor a Razumihin szembesül azzal, hogy ő nem olvasta például ezt a cikkét a Raskolnyikovnak. Ő neki valamiért nem mutatta meg. Össze is vesznek rajta, vagy legalábbis a tartalmával nyilván nem ért egyet a Razumihin. Közben ott van ugye a Dunya, akibe beleszeret, és nem igazán lehet tudni, ez egy elvaratlan szál, és tulajdonképpen nincsen vége ennek a szerepnek. Én azt próbáltam benne megfogalmazni, hogy ennek a barátságnak mi a vége a darabon belül, és hát ez nem könnyű. Tehát azt hiszem, hogy itt egy búcsúzás van a végén. Tehát, hogy nem hiszem, hogy ők többször találkoznak még az életben Raskolnyikovval. Az, hogy a családdal mi lesz, az anyával és a Dunyával, hogy ő velük lesz-e még valami, tehát hogy az a vágya a Raskolnyikovnak, hogy a Razumihinre bízza a családját, hogy ez megvalósul-e, azt nem tudom, ez nem derül ki, de szép feladat. Szonya szerepében Pálya Pomponiát láthatjuk, aki a maga természetes mélységeket megmutató alakításában tárja elénk egy tragédia emberi megoldását. Hallgass! Igen, mezitláb van a lidocska, de te tudod, hogy miért? Nem. Ledölt volna az ágyra, aztán horkol. Én hajnalig vízbe pancsolok, kimosom a szennyesét, a gyerekekért, megszárítom az ablaknál. Ez lett volna az éjjeli pihenő. Most meg sürgölődök körülötted. Teszek, veszek, vizet hozok neked. Letörlöm a fért, a verejtéket. Aztán közben a poppa be. Érdekes Iván részéről ez a feladat, amivel megbízott, mert ugye, amilyennek ismerjük a Szonyát, az egy nagyon másik karakter, akár lelki karakter, vagy testi karakter, mint én. Izgalmas volt keresni mégis azt, hogy esetleg nekünk mi a közös pontunk, de aztán később talán az volt a legjobb része, vagy én azt szerettem az egészben, hogy valahogy ikonná kell válni, a Petinek kell egy olyan kősziklának lenni, akinek valhat. Az, hogy ez milyen úton érem el, és hogy tudok-e az lenni, azt nem tudom biztosan. Az tanította nekem ez a feladat, hogy vannak törvények, és van valami hit, vagy valami egyetemes erő, amiben mindenen túl lehet talán bízni. És hogy igazából ez nekem is meg kéne találnom. A páratlan lélekábrázolás, az emberi jellemek szuggesztív erejű rajza, a magával ragadó stílus, a mesteri kompozíció, a piszkos birkaszárnyák folytott levegőjű odúinak szorongatóan hiteles képe az új színházi évad egyik fontos darabjává emeli Hargitay Iván rendezését. Szívem, mintha egyet fordult volna bennem. Voltam.
Én öltem meg. Az öreg zálogosnőt. És a húgát, Lizavettát, baltával agyonütöttem, és kiraboltam.